Na Hali papi, szevasztok gyerekek, üdv a csatornánk, Keeper jelentkezik következő csodálatos gameplay-jel, amiben nagyon gyorsan kéne haladni. Egyébként mindig azt csinálom ezután, hogy mindig elolvasom a kommenteket az előző videó alatt a játékkal kapcsolatban, aztán akkor még jobban képbe kerülök, meg tudok akkor ihletet meríteni, hogy mégis mit kéne csinálni. Például írtátok nekem azt, hogy ez az autó, ez... 5000-be kerül. Ja, hogy tudnék úgy inkább pénzt csinálni, felejtsem el a munkákat, jók a munkák, meg minden, de igazából a pénzt úgy tudok legjobban csinálni, hogyha veszek egy kocsit, aztán felpofozom egy picit, meg kell nézni ugye az ilyen conditionöket, meg a rust-ot eltüntetni, meg ilyet, és akkor ugye növelem az árát. A legnagyobb üzlet az lenne, hogyha valami nagyon roncsot vennék ugye a roncstelepről, és akkor azt csinálnám, hogy azt újítom fel, mert azok nagyon olcsók, és ugye nagyon nagy hasznot lehet ez miatt csinálni. Right hook, viszont megnézem, mit leárulnak. A legnagyobb üzlet szerintem az lenne, hogyha lenne nekem... mi az? Motoly! Motoly meg egy Niva! Milyen motoly ez? Várjál már! Figyeljetek, valami olcsó, 1600-ba kerül, figyeld! Overall Condition 3-as, 1600-ba kerül csak ez a motor. Mit kell tudni róla? 500 köbcenti, gearbox, a rust az, ja, van rajt, ez gondolom kevés munka lenne, mivel ugye csak egy motor, ott a motornál van egy kis probléma. Nézzük ezt a Nivibibit, mennyi ez, 7700-ba kerül. Oké, nézzük ezt, mik ezek a logok? Mik ezek a logok, gyerekek? Ez 9000-be kerül. Ez egy, minek nevezik, El Camino, vagy mi a tököm, tudjátok, ugye? Ilyen platós muscle car konkrétan. Csináltak az amerikaiak, azok néha elmegy az eszük rendesen, nem? Hogy van egy muscle car, meg szeretjük a pick-upokat, csináljunk már egy platós muscle car dick, vagy egy pick-upot. Figyeljetek, ezt a motort én lehet, hogy megveszem, komolyan. És kipróbáljuk, hogy mégis mennyit megy, igaz, 3400-unk van, szóval nem annyira vagyunk eleresztve. Ezt hogy kell felállítani? Hát... Várj, hogy kell ezt felállítani, gyerekek? Vagy rá kell ülnöm? Vagy mit kell csinálnom? Álljál meg, Sanyi! Aha, ráülök, biztos feláll. Ezt a lányok szokták mondani. Hát ráülök, biztos feláll. Mi? Hogy kell beindítani ezt a kotlát, gyerekek? Aztán mondjátok, berugókaros, bazza, Sanyi, hát ez... Jaj, várja, mégiscsak le kéne szállnom. Talán nem dül-e? Várjál! Hát azért nem dől el, mert lapos az összes gumi. Mi? Van berugókar, megőrülsz. Megőrülsz, van berugókar. Le kell gugolnom oda, hogy mit kell csinálnom. Aztán mondjátok, hogy nem jó. Ha, elindult az apám. Első, egy rugásra, hallod, ez epik ez a verda. Na. Ha, szerintem laposak a gumik egy enyhén. Álljál, nem lesz jó így. Nem lesz jó így, lapos, tökig laposak a gumik. Megállítjuk, hogy kell megállítani? Hogy kell megállítani ezt a kotlát, gyerekek? Így, jó. A bal oldalon, oké, hozok pumpát, ezt megvettük. De mondja, ezzel lehetne pizzafut... Easy Rider, öcsém, Easy Rider. Lehetne pizzafut is kodni? Mert akkor igazából egy motorral is tök tudnék, nem? Föl kéne pumpálni. Ezen a ladán gondolkoztam, hogy kicsit föl kéne pofozni, így külsőleg. Ami ugye... szar rajt, az a color condition és a rust, amit tudnék vele csinálni, az ugye az overall-lal, hát annyival nem akarok foglalkozni. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ezt megszereljük, ezt a ladát. A rustot megcsinálnám rajt, meg esetleg a colort, és akkor az tök jó lenne. Figyeljetek, hozzuk már a kis flexet. Hol a kis flex? Hol a kis flex? A gyerekék! Hova tette? Hova tette? Mehemé, jó van, oké, nyugodjál meg. Oké, van kis flex. Oda nézzé, lecsettintem a rozsdát róla, gyerekek, lecsettintem a rozsdát. Meg... Micsoda? Keeper az ott van a gyerekek, csiszol, mint az őrült. Az jó, nincs átlukadva, hegeszten nyilyemkő. Mennyi van? 5000, nézzük meg az árát. 4900-ba kerül, hát ezek csökkent az ára, mert lecsiszolom. De majd jobb lesz, hogyha eltüntetem a rozsdát. Figyeljetek, megcsinálom a rozsdát, lefújom, aztán akkor talán többére el tudom adni, és akkor tudnánk azt csinálni, hogy a motorra meg pizzi futizmunk. Erre gondoltak, ki ne vágd a gumit? Ki ne vágd a gumit, testvérem? Ki ne vágd? Oda nézzetek, Keeper, azt tudjám, hallod? Katalizátort kéne kivágni. Axis flexel olyan jó vagyok, hogy ezt el nem tudjátok hinni.
Hinyi, egyébként az első lámpa az be van törve, az lehet, hogy nem annyira jól nézzetek, oda pettyintettem már is, jó lett, küszöbet egy kicsit megcsetjük, meghúzzuk okosba, hát az ajtó is kapott, nem baj. Nem baj, gyerekek, figyelj, de. Jó, oké, nem, jó, egy kicsit megint meg vagyok őrülve, az a baj, hogy alig várom, hogy elkezdjek gémelni. Néztem egy ilyen izét, egy ilyen mémet, egy ilyen képet, hogy az emberek félnek attól, hogy mit fognak csinálni nyugdíjas korokba, ellenbe gémerek. Érted? Várj, ezt ki tudom nyitni így? Nem valószínű. Ott még rozsda. Átnézzük gyerekek gyorsan, azt mindjárt ide, nagy pénzért eladjuk a zsigán, keresünk annyit, hogy befogtok tőle kakkantani. Ezt még itt. Jó, hát ízét nem fogok ám én itt venni bele alkatrészeket, még ilyen apróságokat, hallod? Hanem az lesz, hogy amit tudunk így megcsináljuk kézi úton, Reis Kézi, tudjátok, az az amerikai barátnő, az vágjátok, ismertétek ezt a hatalmas nagy poént, Reis Kézi, amerikai barátnő, a Marok Mária az meg a magyar. Hát aki nem érti, az jobb is, nehogy megkérdez anyukádat, hogy mi az a poén, mert onnantól Keepert nem nézheted. Onnantól azt mondja, ezt kimondta? Ja, az a videó, oké, okay. Akkor többet Keepert nem kell nézni. Oh, yeah. Mi az a hűtő? Ja, itt valami hűtőszekrény volt. Egyszer megkérdezte egy csaj tőlem, hogy minden autóban van hűtő? Mondom, igen, minden autóban van hűtő. És mit lehet bent tárolni? Pesgőt? Mondom, hogy ja, azt a nyádat azt lehet bent tárolni, amikor már egy kicsit követ. Na! Mit akart a képőr? Ja! Színkódot kéne nézni. Passzre, 6100 már a pénze izének, hogy Berdának, hallod, csak mert lecsizoltam a rozsdát. Na látjátok? De még mindig van raszt, ott van, hogy raszt. Úgyhogy még mindig van, lehet, hogy föl kéne emelni, abban nem nagyon látok alá. Ott a kipufogó rendszer egy kicsit megvan a vétosodban. Figyeljetek, ilyenre én nem akarok költeni, hogy kipufogó rendszer vegyek a zsigára. Mondjuk a zsigár, egy kipufogó rendszer lehet, hogy behetnék, nem? Nagyon pörgünk, úgyhogy a professzionális gameplay megint Keepertől. Professzionális gameplay ezen a csodás szép napon, amikor a zsida zsiga ba minden majd klappol. Szóval aki megveszi, azért lesz baj a Verdával, nem? Na várjál, hát itt van probléma, a csápos fönn levegőbe. A csápos a levegőbe pihen. Akkor a Keeper olyan nagyot. Ez ki kéne hajtanom, mert itt nem kéne átgangolnom a csáposan, nem gyerekek? Úgyhogy ez... Oda nézzé. Keeper olyan profi, mint az állat. Úgy... Jó, ez így nekünk. Ne! Így ültem bele a Verdába, gyerekek. Azért az... Gratulálok magamnak. Érdekes, hogy egyesbe van, és nem fullad le. Az nagyon bagány az alatt a gyerekek. Az a baj, az a baj. Sose tudom, hova kell állni. Na, odavert az ajtót. Ki tudok bújni ezen a kis résen? Bújjál ki. Na, sikerült jól eltalálnom. Na, térd be! Ha, majd ha ráülök, akkor ide föláll talán, mi? Hát, jó, ezt a poént se, anyunak semmiképpen ne mondja ilyeneket, mert többet nem kell Keepert nézni, azt hiszem akkor. Ilyenekkel viccelődik a Keeper. A kipufogó rendszerbe gondolkodok, hogy lehet, hogy lecseréljük. Így megnézzük, hogy van-e rozsda. Ugye a kipufogó rendszert azt felejtsük el, hogy nem számít a rozsdás. Az kik a cserényi, ez van. Egyébként még mindig írja, hogy van rust, aztán hogy hol. Hát lehet, hogy ezek is számítanak a rustnak. Hát az egész bölcsöt mindent kikéne. Én nem fogok motorcserét végrehajtani itt a Verdán, az biztos lehettek benne gyerekek, úgyhogy arra ne is számoljatok. De ezt a kepafogó röncört, ezt lehet, hogy kikapjuk ott. Mi az ott? Katalizátort levágjuk alóle, mi? Na! A csavarkulcsal, a Keeper nagyon dolgozik. A kipufogó rendszer nagyon oldódik.
Én azt sem tudom, hol tegyem már ezeket. Ugye? Ez jó helyen lesz, itt nem esik orra egyébként, itt... Ha várjátok, hogy a pócra, ne viccelj, várjál, milyen kipufogó ez? Azt mondja, hány dob van ez alatt? Hát ez egy szar hangja volt. Mi lenne ilyenkor megindítanám, milyen hangja lenne, mi? Lord. Sor 4-es. Lord, kipufogó kell. Ezt minek viszem? Minek viszem? Azt hiszik, verekedni akarok. Na, Lord a kipufogó, Lord a kipufogó. Ex... Hogy nevezik? Ex... Exhaus, ez az, ugye? Várjál, ez a három dobos lesz, nem? Jaj, várjál, itt van egy csomó. Jaj, várjál, ez a három dobos lesz, buj. 138-nál csak jobbat emel az értékén, hogy én ilyen csodálatos képfogót felpattintok a Verdára. Mondd, hogy ez az, ez az. Oda nézzél, hallod? Nem olyan nagy bonyolult ez. A képer olyan pro. A magam hype-olását azért azt nagyon tudom, mi? Cseveri, csavari, bumburnyák. Keepernek lesz egy nagy pénze zsák. 6100, ez semmit nem emelt rajta, ez jó, köszi. Thank you very much. Azt nézem, hogy csak ezen az oldalon bocsaros, de... Hát akkor azt kell csinálni, hogy fújjuk, mint az őrület. Meg kell nézni a színkódot, venni kell egy sprayt. Minimum, vagy kettőt szerintem inkább. A Rust még mindig nem tökéletes, érdekes. Color. Change color. 171C5D. CD. Ez az. Kettő darabot meg is izéltünk. Hát ezt nem akartam elővenni. Oké, aztán ködölünk, mint az őrüttek. A gépör. Csodás lesz a zsiguli. Mától. Egyébként bal oldali lámpa ki van törve, lehet még azon lehetne javítani, de egyébként most én kicserétem a kipufogót, azt a lószar se történt. Mármint így nem nagyon látszik rajt, hogy annyira emelkedett volna az áron. Ki az az áron? Ott van még a rozsda! Meglátta a keeper, látod? Lehet, hogy azért van még csak 4 csillag. Huna flexem. Te hova tettem a flexet? Ez? Ez annyira deja vu érzésem. A valóságban is mindig az van, hogy letteszem valóban szerszámot olyan tök jó helyre, hogy majd én itt meg lesz, és no problémo. Az van, hogy 5 perc szerelés, 4 óra szerszám keresgélés. Ismerjétek ezt a dolgot? Ott is a rozsda, figyeld, ott a vájadban, láttad-e? Ha? Viccai. Ott volt az ajtónak a falcába, vagy mibe. Valahol láttam itt rozsdát, ott te. Az ajtó alja lehet, hogy rozsdásodik, gyerekek. Hát ez csoda. Csodálatos. Ez így nem annyira akarja bűnni. Lehet, hogy nem tetszik neki, hogy fönn vagyok itt a... Fönn van emelve. Hát ez bajos így. Szomorú vagyok. Várja, belülről a... Ez miért nem hajlandó? Lehet, hogy amiatt tényleg, mert itt van emelve. Hát ez szar. Mert itt nem tudom eltávolítani a rozsdibosdit. Hol van? Rozsdára nem lehet ráfesteni, gondolom. Meg nem is kéne. Az mi ott? Az mi? Az nem rozsda, az kilóg valami. Ott a kézifék. Ja, hát vannak bajok azért, de... Micsoda diffi van alatta. Felni... Ajaj, bazze, a felni nincs lefújva. Szerintem az is ugye a kolornak nem tesz jót, hogy a felni nincs. Mindig legugolok, mert én My Summer káros beidegződésem van, gyerekek. A felni megkapta a csodás kék színjét. Színibini. Színibini. Meg se nézem most, hogy mennyibe kerül. Hanem amikor majd végzünk bele nagyjából, de tök jó, így lehet pénzt keresni. Ez tényleg egy kicsit olyan jobb, hogy nem azt megmondják, hogy most cserélt ki a fékfolyadékot, hanem konkrétan te éppen amit veszel valamit, és föl kell újítani. Ezt az ajtót kéne kinyitnom, mert én gyanús nekem az ajtó alja. Nem, az jó az ajtó alja. A küszöb nem jó, úgyhogy ezt le is engedem. Ezt kiárunk.
Jó, rá a flexre ráengedem mi. Itt, ezt nem tudom kikalapálni. Ó, ott kalapács. Hol volt a kalapács? Nem lehet ezt kikalapálni? Ó! Oh. Figyelted? Ki lehet kalapálni bazza az alkatrészeket? És addig lehet kalapálni, gondolom, akkor már tovább nem. De jó! De jó! Hát ne arra ugyatok! De ez brutál! Ugye ráviszed és van kalapácsikonod, akkor mutatja, hogy az le, azzal van, az bajos az alkatrész. De jó! Én ezt nem is tudtam, de nagyon örülök neki. Egyébként még mindig áll az a motorház. Lehet, hogyha ilyen kikalapált motorházad van, akkor soha nem lesz tökéletes, hanem így valamennyire kikalapálja, de az egy pro nem lesz, mert nézd meg, eláll. Meg ilyen hullámos, de tovább nem engedi kalapálni. Itt is a... Hát tudod, vannak bajok. Ja, hát itt a lámpecskú, bámpecskút, ezt lehet, hogy ki kéne cserélni, vagy nem tudom. Na, oké. Okay. Most már legalább ki van kalapálva, Verda. Lejárok. Megcsináljuk a... Rosdasodás, be tudok itt férni? Bebújtam, mint az ürgék. Csak az ajtót soha... Na, de be tudjuk tenni, jó. Gyújti-bújti. Teszünk neki egy rükibükit. Jó is itt, nem? Nyitva is hagyom az ajtót, mert itt a... Na, nem tudom. Na, nézzük azt a rozsdafótot még. Hát mindjárt jobb egy kicsit az érverben. Na, itten volt nekem rozsdám. De hát az rohadtul nem fogok hozzáférni. Vaj, van ilyen még behajolás. Itt a... Ó, le lehet így is bújni, jó. Jó, gyerekek, jöhet a fősték. A fősték, jöhet a fősték. Aha, itt vannak festési problémák. Uaj, hallod, olyan színe lesz ennek a gépnek. Vezérgépnek. Meg olyan, mintha fotós lenne, de az nem fotós szerintem. Szerintem perfekt lett. Ugye megnézzük, hogy mennyit adnak érte. 8400, gyerekek! Color Condition 4, a rustot azt teljesen eltüntettük, a color még nem tökéletes. Ugye hát az overall az, ugye minden belefoglalva, az nem a legjobb még. De hát, mit csinálják vele? Ott van még a izé festés hiba. Ó, hát gyerekek! Kicsit ráködölünk lajtosan. Jó, hát ugye ilyen alkatrészeket nem akarok cserélni, azt úgy mondtam. Már az elején. Nem tudom, hogy hova fújjak még, hogy hol nem jó. El is fogyott a fősték. Jó, mindjárt ránézek még egyszer. 8400, jó, nem akarok vele szovább szenvedni. Eladjuk. És már is, van 11 ezrünk, a pumpa benn volt a csomagtartóban. Igen, van 11 ezrünk és van még egy motorunk is. Úgyhogy teljesen pluszosak vagyunk. Úgyhogy ez tök jó, és ez tényleg azt kéne csinálni, hogy a roncstelepről venni verdákat. Mi és akkor ott, csak az a ja, meg onnan kéne gubizni alkatrészt is. Úgyhogy ezzel lehetne így keresni. Hol van ezen a szelepbelep? Üha. Hol a szelep, srácok? Ott. Hát ez szerintem tökig üres volt. Jó, ez a motor meg úgy rohad meg ám. Teljesen jó lesz. Ezt nem fogom bántani. De egyébként szerintem fölpumpáltam, már kapnánk érte több pénzt. Aki pumpált... egyébként itt nem gáz, hogyha... Mit csinálok itt? Na. Bazza, rendesen bebugoltam. Szerintem nem gáz, hogyha elvesztesz itt a pitőn pumpát vagy akármit, mert úgy átmész a
szembe szomszédba, messzi mamához, aztán veheted az új alkatrészt. Na megpróbáljuk a motort, meg az a terv, hogy el kéne mennem a pizza futiskorni. Nem tudom hány óra van, ez lehet, hogy nem éjjel kéne elindulni. Nem tudom, nincs óra? Valahol van. 15 óra 52, úgyhogy reggel megyünk pizza futiskorni. Erre meg belülök, azt fel a... Legalábbis azt hitte a képről, de nem. Be kéne rúgni. LOL! De hülye vagyok, na. Lehet aludni rajt, LOL! Ez jó lenne föl... fölpattintani. Miért nem áll föl? Jaj, gyerekek. Tudjátok, mit kéne? A standet lecsapom, aztán visszateleportálom a garázshoz. Ugye van ez a... Rajt kell ülnöm? Vagy mi kell? Nem tudok, bazzat. Mit csinálják ezzel, hogy felálljon? Ó, oh, ne! Ja, lehet, meg lehet fogni a motorokat. Ó, oh, hát de hülye vagy kipör. Na, várjál. Ezt nem tudtam. Föl kéne ülnöm, és utána a standet meg felcsapjuk. És lefullasztottam tényleg? Na, várjál. Ki kéne rakni üresbe, ugye? Hát ez teljesen jó egyébként ez a maci. Hát ez jó lesz, 200 van beleírva, 500 köpcent is. Nem tudom mi ez, valami régi Kawasaki-szerű akármi. Ez nem keleti. Aztán ezzel elmegyünk pizzafutiskodni, remélem, hogy el lehet motorral is. Ide megállunk, aztán belepörgetünk az időbe. Várja, hol a stander? Ott, le is raktam a standerre. Hát, ezt gyerekek, nagyon prog vagyunk. Hát egy motoregerek lettünk. Ez egy kicsit ilyen kafé része. Új a kifú, ott van a blokk közepe, az ott a középső része, az egy kicsit... A vétos meg a hengerfej. Hát lehet, hogy melegedni fog, bár ez egy léghűtéses dög. Úgyhogy ez tök jó viszont. Nincs nagyon bonyolítva. Ja, kicsit ilyen kafé részeles. És ezt is szét lehet, meg az első lengés csillapító is gatya. Jó, pörgessünk reggelig, jó? Várjál, tankolni is kéne. Tankolni még nem tankoltam, nem tudom, hogy megy. De mindjárt meglátjuk. Tudom, aludhattam volna a motoron is, de... 20 óra, 0 óra, hajnali 4. 8 óra, ez a jó nekem szerintem. Átmegyünk tankolni, de lehet, hogy tudod mit csinál. Fölfogom, azt viszem meg a rongyot. Viszem, mint Foxy a lábtörlőt. Hol vannak a kutya? Ez mi? Nem, dízel lesz. Az a dízel, az meg a... Benzín. Nya. Le kell kapni teteit. Nehogy elveszítsed, ide rakom ülésre. Hogy a pecsbe van ez? Aha! Remélem nem keverék kell ebbe a kotlába. Mennyi megy bele? Mi van? Ez 40 liter? Hova engedem én, bazze, hallod? Jaj, a földre engedtem szerintem. Esküszöm. Most írja, hogy feeling. Hát de nagyon ügyes gyerek vagy. Engeded a földre az üzemanyagot. Mindjárt megnézzük, hogy van-e adalék, ha van, akkor lehet, hogy rakok bele. Kicsit beköpi a gyertyát, az csak. Na, egy henger 500 köbcenti. Még mindig feelinget ér. Tényleg ebbe kell az... Nem lesz ez sok ma? Nem tudom, mennyi van benne. Honnan tudom meg, hogy mennyi van benne? Sehonnan. Jó, van, aztán elég legyen ám. Kifizetem, nem tudom, hogy kell fizetni. Levontam, mert közben figyeltem. Akkor biztos mi? Mi az itt? Van egy banán, hogyha esetleg. Oké, map. Ki kell mennünk. És ki kell mennünk jobbra, és itt van itt egy város is. Ide ki kell menni, és jobbra, és ott is van egy benzinkút. Van egy reptér is. És ott ilyen drag részek vannak, de hát ezzel nem akarok most foglalkozni, elmegyünk,
És akkor pajtaletet szerzünk, vagy valami ilyesmi. Jó lesz ez, srácok. Én már érzem, ez a játék ez adja. És nem tudom, meg lehet halni. Jó, lehet, hogy nem kéne. Teszünk egy kettest. Itt ezen a hosszú úton kell elmenni, azt jobbra az első. Szolidan. Azt majd kiúzatjuk, nem tudom, remélem van valami. Ahova ez egyenes. Kíváncsi vagyok, mit fog bírni. Remélem, nem köpi le a henger fejet. Ilyen szerencsém van, biztos efossa magát útközben. Na, kettő. Három. 100-ban vagyunk. 4. Hány sebing van? 120. Ajaj. 140. 5 sebesség, gyerekek. 140, baze. 160. Anozotróp szűrés lehet, hogy jó lenne, hogyha nem ilyen. 180, basszus. Itt kell volna elmenni jobbra. Finoman fékezzünk, mert kicsúszott egy kicsit. Ugye itt kell volna elmenni jobbra, várjál. Le is fullasztottam, nem láttad volna visszaváltani, mi? Azt a betyár. Itt kéne jobbra menni. Hát jó, egy kicsit itt kell volna jobbra. Nem megyünk telekeknek, ne aggódjatok. Ja, hát ki kell üresbe rakni. Próbálok telekeknek. Amíg rám vissza vagyok az útra, csak nehogy jön valami. Ja, balra, ugye? Itt. Ne férünk, ugye? Jó, izgulok. Ilyen My Summer Car-os vibe-om van, hogy megdöglök a francba. Na, pizzériába megyünk. Hány óra van? 8 óra 33, nem tudom mikor nyit. Tudunk aludni a motoron is, szóval no problemo. Nem tudom, rendőrök vannak-e, jó lenne nem trafikba belefutni, de gondolom lakott területen kívül egy 90 azért belefér. Közben rá kéne nézni a mapra. Ó, ez csak egy benzinkút, itt van egy benzinkút. Lehet, hogy be kéne kukkantani. Már csak azért, hogy nincsen valami érdekes dolog. Kitesszük üresbe, azt meggurulunk ide. Mi van itten, gyerekek? Le se állítom. Motorolaj. Meg se néztem, igen, hogy ez mi? Fékfolyadék, emelő, zseblámpa, pumpa, meg tank. Szerintem azért van kanna, hogyha valahol lerohadsz, akkor tudj. Bazze! Gyereke, ma megint lapos a gumi. Ujj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 
pumpát most, ezt elvihetem? Hol tűnt a pumpa? Jól van, oké. Fepumpálom, basszus, lapos a gumi megint. Úgyhogy ez szar ez a gumi. Nem mondod, nem megy bele, hanem csak ez az aszfaltba belebugolt. Nem baj. Mert ugye van hátizsákunk valahogy, tab. És akkor elvel tudjuk. Oké. És ki tudjuk rakni, így, oké. Ez viszont tök jó az a hátizsák, ezt My Summer Car-ba berakhatták volna. Mod nélkül is. Na. Menjünk tovább a város fele. Hülyeség volt pumpár venni. Azt hittem, hogy le van lapulva. Aztán a francokat. Érdekes, hogy bovdenanyáink nincsenek. Búza tábla! Meg tudom dönteni? Lehet ezt dönteni? Félek, nem? Félek. Jó, a 120-at bírja ez. El az út. Elvileg lehet valami roncsokat is találni, mint My Summer Car-ba, szóval csomó minden van, csak hát... De csak csábít ez az egyenes, az a baj. Hegére való irányítást be kellett volna kapcsolni, ugye amikor 100 fel, akkor be tudod kapcsolni. A 80-as táblán, menjünk akkor lassan, nem is trafi legyen. Várjál.
Kitettem ülésbe, itt megállunk a keresztözőrésnek, van állnélek a térképre. Aha, jobbra. Jobbra, egyenesen mi van? Egyenesen nagy büdös semmi. Jobbra, jó, hogy ránéztem. Város! Srácok, város! Kicsit ilyen low poly grafikája van ennek a játéknak, legalábbis mindig arra emlékeztet, de ezt lehet, hogy nem azt akarja a készítő. Nem néztem meg milyen tábla. Lehet, hogy nem azt akarta a készítő, de arra sikerült. Ilyen kevés poligomból állnak a dolgok. Van itt ház, ugye a pizza futárkodás miatt ilyen szerintem a házak. Hol a pizza éria? Bazze, hogy a tökke nem sül el annak. Elvileg pont most jön. Ez lesz az? Na. Jó, remélem, hogy motorral is tudok putiszkodni. Hogy hol van a stander? Hol a stander? Ah, ja, lerakta, jó. Nem állítom meg, gondolom, nem eszik olyan túl sokat. Mi a szitu? Mi a szitu? Open van? Na, én munkát akarok vállalni. Nem tudom, hogy lehet ám aztán elvenni a munkát. Ja, itt van, hogy hova kell vidni. Ez jó. Várjál. El akarom vállalni, vagy valami. Elvállaltak? Na most. Ki kell szállítani. Ezt be tudom a backpackbe rakni, gondolom. Ó, hát akkor tök jó, akkor motorra lehet pizza futikodni. Itt vagyok, és itt van szembe. Valahol, figyelj, kiviszem gyalog. Most tök, lehet, hogy hülyének néztek, de hát minek találják a motorra? Itt mutatja valahol. Sőt, túl is mentem. Hogy a tökbe? Ide kellett hozni a pizzát! Gratulálok a készítőknek. Pumpa, pizza. Backpack el. Pizza, lerak. Ennyi pénzt adott? Azt nem figyeltem, nem figyeltem, gyerekek. Jó, ezt vállaljuk a következőt. Nem figyeltem. Elvileg így kaphatunk ajánlatokat, hogy vegyünk ilyen elhagyott pajtákat. Na, most ide kell vinni, most meg oda kell vinni. Komolyan mondom, gyalog kihordom, basszus, esküszöm. De várni, ezekbe a sztórokba is lehet ilyen munkára vállalni? Oké. Várjál, elrakjuk. Tab. Mert egyébként egy rohadt közel van el. Elvágok, aztán kész. Itt van egy saroknyi valódébb. Ott van a... addig kell vinni. Fura egyébként a mozgás olyan. Olyan. Na. Basz, megint nem figyeltem, mennyi pénzt kaptunk. De szerintem nem túl sokat. Ennek a munkának kb. Annyi értelme van. Én úgy érzem, hogy itt be lehet menni? Nem. Annyi értelme van ezeknek a munkáknak, hogy esetleg kapsz ilyen ajánlatot. Hogy ez hogy van ez az ajánlat? Valahol azt olvastam, vagy nem tudom, láttam, vagy már fogalmam sincs. Hogy ezt így tudod. Na hát jó. Semmi értelme autóval kivinni ezeket. Eskü. Sőt, nincs is értelme izelni. Elrakni a táskámba. Jaj, a pizza! Jaj, a pizza! Most meg oda kell vinni. Hallod, innen rendet egy pizzát. A csávó. Gratulálok neki. Meg nem tudunk átmenni, ugrani kell. Olyan magas patka van. Ja, jó, de jó! Kaptunk! Thank you! Nekem van egy öreg fészer, vagy minek nevezik a Bart pajta. És van benne jármű is, és van benne alkatrészek, és egy jármű is. Megveheted, hogyha 2000 ér az egészet. És akkor megjelöli. Ohohoho, megcsináltuk, gyerekek, üzlet van. Megjelölte elvileg a mapon. Jó, nekem nem ez kell most, nem akarok pizzát. Itt van bazen tök közel! Itt van valahol közel! Ilyen kihúlom, bocsánat. Elvileg arra valamelyre, házak mögött.
Mondom, már megyünk motorra, humbora pizzéria. Jaj, de jó, tudududududu. Hol a pizzéria? Ez a pizzéria? Megyünk motorral? Szereztünk egy pajta leletet, 2000-ért vettük. És talán valami nagyon cool verda. Lehet, hogy aztán ilyen 50 000 megkerülő verda. Jaj, ne dőlj el! Ne dőlj el! Ne dőlj el! Megyünk! Na, na, na. Na, na. Oké. Okay. Bum, bum, bum. Csak rá kell jönni, hogy merre van. Elvileg valami balra szerintem. Itt nincs forgalom, komolyan. Szerintem erre van. Ez a térkép, ez ki lehet rakni ilyenkor is. Csak azért nem nagyon halsz meg így mi. Ó, gyerekek, ez a térkép, ez valami minimapot. Ha ezen az utca is tök egyenesen tovább mennék, van ilyen food store vagy ilyesmi. Megyünk a... Valahol itt lesz. Ben az erdőbe, basszus. Ó, de jó. Jó, valamerre erre, benne az erdőbe. Aha, benne a sűrű, sötét erdőben, remélem a farkas-barkasok nem esznek meg minket! Gyerekek, ez a játék, ez über, ez tök tetszik. Milyen jó fűi van. Jó ez a játék, jó ez a játék, és az tök jó, amikor látod, hogy fejlődik egy játék. Na, hol van a pajta? Valahol itt kell lenni egy pajtának. Hol a tökömbe van? Pont, oh! Gyerekek! Csoda világ! Pajta, pajt! Hú, ez most töltődik be! Ops, jó, most töltődött be valami verda. Áj! Az egy El Camino, már most látom, vagy nem tudom, nem biztos, lehet, hogy egy zsiguli csak. Csak most lefulladta, hogy betöltött ez a szar. Ki, vissza, berúgom. Dom. Nem az. Gyöppe, nem igen akar venni a motor a gyöppe. Mi van itt? Ma még lefulladtunk. Álljunk meg akkor egy szóra. Támasszuk ki. Jó, van, oké, elbak fényszót. Az egy El Camino lesz, ugye? Pajta! Jaj, és alkatrészek is elvileg. Na! Nézzük még. Mi a tököm ez? Ez egy El Camino. Az nem lesz olcsó szerintem. Hol lehet itt ezt kinyitni valami? Áh! Azt a betyát, tetőkárpit, minden is van, gyerekek. Miért nem tudom odébb rakni? Ívaz-e? Nem engedi odébb rakni, nagyon érdekes. Ne. Na végre! Van valami hordó. Az mi volt? Egy lánc, valami, azt hittem egy pók, vagy valami ilyesmi. Nézzük már meg, hogy az működik. Van egy csap? Benne a motor, hallod? És a blokk az jó. A blokk jó. Azt nézem. Hű, azért rozsdamarja, nem ragyog. Oda néz azt a izét, lengőkard, vagy mi az? Azt a betyár, vagy bölcső. Úristen! Hallod, alig van valami belőle. Mennyit ér ez a kotla? Micsoda felnik viszont? Apám! Elindul egyébként? Megnézzük, mennyit ér. 11.726-ot ért csak a kocsi, bazze, úgyhogy még nem is csináltál vele semmit. És az, hogy koszos, figyeld, clean state-je az nulla. A rasztja, nem is rossz a rasztja. Meg a kolorja, 4 csillag. A izé, hát az motor meg ilyenek, azok szarok lehetnek, mert az overall szar. El kéne durrantani a garázshoz. Oké. Okay. Ugye el lehet trailereztetni, úgymond. Ezeket meg föl kéne venni, nem tudom, hátizsákba. Mennyi cuccot vihetek? Ja, hogy ezt nem tudod vinni, bazza ilyeneket. Ezeket nem tudom vinni? Ez mi? Mi a tököm? Azt elengedte vinni. Ezeket meg nem, grill. Itt van egy idő, egy Wolfnak a teteje, de ezek nem is ehhez valók, hanem ezek ilyen random. Ugye ez egy Merga tető. Ez egy Jesse-nek a grillje, hát azt tudjátok, mi az a Jesse. Hát figyelj, ezek szerintem nem érnek olyan rohadt sokat. Amit tudok, azt berakom ehhez, de hát ez mi? Mi a pöcsöm ez?
Műszerfal, vagy mi? Hát figyelj, ezek nem egy nagy kunstok. Úgyhogy az... Amit el tudok rakni, azt elrakom. Az már volt a öcsém! Ki volt itt? Ki lakott itt? Ez régi ízé benzinkút. Ki lakott itt? Úristen, milyen baltás gyilkosok voltak ezek? Van egy hordó, ez semmi ezek egyébként, ezek szemetek. Hát ami marad... És te hátamon nem viszem el, érted? Van egy tető, egy B200-esé, van egy ilyen panel, de ezek szerintem nem olyan drágák. Mi ez? Dorothy? Meg ezt sem engedi elrakni, nem engedi ezeket elrakni. Jó, ezt ezek itt rohadnak meg. Meg igazából enyém, mert akármikor visszajöhetek, azt meg el tudtam rakni. Meg valami lökös, vagy mi ez? Ez valami jobb oldali valami. Hát ez valami alkatrész. Jó, hát ez lesz, le van szarva, gyerekek. Oké, hát akkor az van, hogy vissza kéne tekernünk. Más itt nincs, ugye ott fönt? Nincs semmi. És én gúgolok, vagy fekszek? Nem. Nincs semmi más. Hú, ez a pajtázás, ez megéri, gyerekek. Ez a pajtázás, ez böszmére megéri. Hol van a muci? 11 ezeret kerestünk egy csomó pénzt. Hát kapásból eladnám, már akkor keresnék egy csomót. De... Ejjj! A szamára meg földobja a izé... bakancsot. Na, az nem úgy kéne ledobni mondjuk. Egy el... Álljál már meg, more! Hát komolyan mondom, hova? Elviszlek a hátamon, bazzeg valahova. Egyenes tolajra. Arra megyünk-e. Sanyi, mit csinálsz? Bazzeg, fuldoklik a kutya. Hogy a tökönbe tud egy kutya fuldokolni, amikor semmit nem csinál? Állj meg már, more, bazzeg, állj meg. Na, végre, csoda történt. De megint meg akar bokrosodni. Várjál, itt ez a standard, ez föl van hajtva, hát annyira nem látni ám semmit. Szerintem a standard rohadtul nincs fölhajtva. Most talán föl van már. Hát most van fölhajtva. Na, innu meg more, nincs fölhajtva. Hát mi történik itt? Nem tudunk elindulni ebbe a vizet. Jó, a hátamon vihetem a motort szerintem. De nem is tudok arra menni. Én se tudtam, ugranom kellett, de durva, ez valami nagyon, nagyon bagos a dolog. Ki kell hajtanom a standard. Egy. Easy Rider, öcsém, Easy Rider. Jó, nem szírom ezt a motort, mert még lekotlik menet közben majd. Ez a levegőben van most konkrét. Azt a betyár. Ja, hát itt vannak érdekes dolgok. Tudod mit? Ki kéne vinnem az aszfaltra, mert itt... még a végére bugol, az gyalog mehetek haza. De egyébként haza lehet teleportálni. Csak a motort nem tudom haza teleportálni, mert itt annak nincs ilyen opciója, hogy... Vagy van, már egy I. Ó, dehogy nem. Go to garázs. És akkor én is megyek a tökbe. Nekem is lehet olyan, hogy garázshoz taxi. Tessék, megvan orva, mit tökörésztem itt? Az El Camino. Gyerekek, ez mi a sidepipe? Nem mondod, hogy ennek sidepipe-ja van, de szerintem ennek gyárilag nem lenne, nem kéne sidepipe-jának. Fú, el vannak durogva ezek a laprugók, meg minden is van ezzel. De ezt egyébként ki kéne egy kicsit pofozni. Először is le kéne mosni. Nagyon kányú néz ki. Várjál, van nálam egy pumpa, azt ki kéne durrantani. Így, és föl kéne fúrni a gumikat. Ha megtalálja a szerepet a kiípői. Amúgy nem volt teljesen lapos az a gumi. Csak az alja. Mekkora poén mi? Figyeljetek, ebből akkora pénzt csinálunk, hallod. Én nekem ez a garázs leletezés, nekem ez nagyon bejön.
Hát figyelj, 2000-ért vettem, már 11-ért eladnám, 9000-et nyertem, tisztán. Ennyit szerintem semmivel nem keresel kb. Oké. Okay. Pumpát ki is rakom, mert minek. Egyébként, ha nyomsz egy sprintet, föláll a karaktered, mekkora király. Én majdnem már kettő pumpája van a hülyének. Oké. Okay. Ja, egyébként tiszta retek. Nagy baja nincs ennek a gépnek. Nincsen behorpadva, ez csak annyi, hogy állt. Egy-két helyen, nem, ez szerintem sár. Gyerekek, ez egy adja, ez nagyon jó. És tényleg sidepipe-ja van két oldalt ennek. Nézzük el, indul, vagy van benne üzemanyag? Hol van ezen a gyújtás kapcsolóm? Ja, ott. Ez nem nagyon akar, nem nagyon akar indulni, az az igazság. Honnan tudom, hogy mennyi üzemanyag van benne, vagy valami? Hol van az üzemanyag betöltő sapka? Gyerekek, meg van lőve kiper keményen. Ez lesz az? Aha. És ezt honnan tudom, mennyi van benne? Lehet, hogy az aksi is kaki, nem? Vegyük ki az aksit, mert nem nagyon úgy tűnt, hogy megforgatta volna. Milyen aksit? Nincs is benne aksi. Ja, de van. Na jó, hozom a ezért kulcsot, földobom töltőre az aksit. Hol volt? Valahol volt egy aksi töltöm nekem, csak tudnám hol. Egy olyan kis piros doboz. Nem a hegesztőt teszem rá, de tényleg volt egy aksi töltöm. Esküszöm, én úgy emlékszem. Ott van a... Gyere, gyere, more. De ezt lehet, hogy itt benn kéne, úgyhogy... Ezt ide tesszük, hozom be az aksit, viszem a kult, izajét. Villás kulcsot, francia kulcsot. Mondjuk ennyire be is... Ja, nem tudom bejáratni a Verdát. Semmi baj, kiveszem mindjárt ezt a szalat. Remélem ezzel kell. Ej, na állj a föl, te szerencse nélküli. Nem, ezt nem ezzel kell. Hogy kell kivenni az aksi, gyerekek? Na, meg is van lőve a keeper. Biztos van valami rögzítője. Nincs rögzítője ennek az aksinak. Akkor hogy az anyámba veszem ki? Az egészet nem kéne. Elég lenne nekem az aksi. Jó, sötét van. Nincsen. Figyelj, az aksi tartót tudom kivenni. És kikepjem aksi tartóstól. Nem tudom ebben a játékban milyen idején csodás mechanikák vannak. Elképzelhető, hogy itt megszivat. Aha. Ez azért kemény, nem? Azt lehet, hogy nem így kellett volna, de a keeper megoldotta. Jó, hogy nem kiflexeltem a helyéről. Na, ott a kupak. Jó, majd hozunk bele begyát is. Viszont ezt felpattintom én töltőre. Aztán lehet, hogy tök hülyeséget mondok, hogy ez nem is El Camino. Látni, hogy ez? Ez egyáltalán lehet, hogy felsőtelt töltőjével annyira szar állapotban van, nem? Ez hogy kell? Ha. Fölüld vele. És ilyenkor most ez tölti? Ennyi? Ez komolyan? Vajon gyerekek? Honnan tudod, hogy ez... Ó, van rajta ampermérő, jó. Na, nem tudok, nem olyan hülyeség ez. Éha. Jóó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 
mindig fordul ez a retek. Oh, shit. Te beszél. Jó van, akkor ott rohadsz meg. Komolyan mondom, hogy felülsz. Ne vedd le. Tölteni kell. Nem kell bedugni az áramba? Mi az? Izé, aksi töltő. Szerintem nem kell bedugni az áramba egyébként, de végre látom, hogy mi történik. Jó. Oké, töltse csak. Rakunk vele benyát, mert aztán valószínű, hogy nincs benne. Csak nehogy azzal szívjam meg, hogy... Honnan a tökömből tudom, hogy van annyi üzemanyag van benne? Ez is egy akkora hülyeség. Ja, várjál, lehet, hogy... Ja, de most nincsen... Mivel tudok zoomolni? Kezdődik.
Nem tudom. Mi a Zoom? Ez lehet, hogy nincs is. John Sprint. Lehajolás. Kamera ugye. Sitting car info. Sleeping car, map info. Backpack. Nem nagyon látok olyat, hogy zoomolni nagyon tudnék, de hát így azért látom. Melyik az üzemanyag? Temp, az lesz az üzemanyag. Jó, nincs benne az aksi, úgyhogy most cseszhetem. Akkor hiába is fordítgatom a kulcsot. Jó, mindegy, biztos lemerült, vegyük úgy. Kéne tankolnom a kannába, kannamari, de lehet, hogy nincs is kannám, mi? Ja, még nincs kannám szerintem. Spray. Jó lenne kicsit összepakolni mondjuk. Oké, meg kéne nézni, kéne venni egy kannát meg üzemanyagot, mert ide nem tudok semmiképp ide járni vele. Vagy megnézzük az aksit, lehet, hogy üzemanyag van benn. Üzemanyag az maradhatott benn. Mennyibe kerül most? 11 ezer, jó, hát mindjárt lesz az jobb is ám. Mondjuk lehet, hogy ezt a csövet oda lehet vinni, nézzük. Abba az, hogy az elér addig? Ja jó, oké. Az jó. Lemossuk. Gyerekek, ez nem is csúnya, hallod? Meg a szín is tök jó, egybe van minden. Ott van rozsda. Egy-két ilyen felületi rozsda szerintem van rajt. Ez annyi. Ez egy jó autó, csak az állásába, ami tönkre ment, annyi van vele. Ez tök jó meg van csinálva, hogy ez ilyen. Itt van egy szín eltérés, azt lefújjuk majd. Szerintem ebből ki lehet, ott is van egy kis rozsda, szerintem ebből ki lehet hozni egy ilyen 16-17 ezeret biztos. És itt meg van dőlve balra, nem? Ja, mert izé, néztük is, hogy az egyik laprugó az el van durranva, lehet, hogy azt meg is csinálom. Figyelj, belsejét is kimossam, vagy mi a szar? Az is nagyon tiszta dzsuba. vannak ilyen videók, amikor ilyen nőcik mossák a belsejét a kocsinak. Nagy hívvel, ugye YouTube-on, meg TikTokon, meg mindenhol, meg főleg olyan is, hogy amit néztem, hogy a szegény a Teslába akar tankolni, aztán nem tudja, hova rakja. Meg amikor a, nem is tudom mit, hűtővizet tölti a, vagy az ablakmosót tölti a hűtőfolyadék helyére, meg ilyenek szoktak lenni. Ilyen megnézzük, hogy mennyire tiszta, mert elvileg ugye meg lehet nézni. Ott még dzsuva, tiszta dzsuva. Na, utóbos, ott is tiszta dzsuva. Még a plató belső, tiszta dzsuva. Lemossuk innen. Ez is nyomod értéke, hogy le van mosva? Ez érdekes mondjuk. Mondjuk aztán valóban így van, mert egy ilyen dzsuvas autót lehet, hogy nem szívesen veszem meg, mert gondolod, hát a gazdája az, hogy bán vele. Na, várjál, mindjárt megnézzük. Oké, full tiszta. Hát ez nem nagyon növelt az értéken, gondolhattuk. De a rust meg a color condition viszont növelne. Meg főleg, hogyha ezt az overall ezzel tudnék valamit csinálni, szerintem az is dobna rajt. Na, nézzük a aksit, hogy feltöltötte. De szerintem rohadtul ugyanaz, nem? Nem tudom meddig kell. Figyeljetek, ennyi erőbe belepörgetek az időbe, ez mindjárt kiderül. 16 óra 1 lett. Nézzük. Ó, figyeld, változik. Tölt, jól van. Ugye, hogy mennyivel tölt? Ó, nagyon jó. Mindjárt belecsapjuk az aksit. Ezt a motort ezt elviszem innen, mert mit állít? Ezzel csak azt csináljuk, hogy pizzafutiszkodunk, meg ilyesmi. Nem akarok addig bele üzemanyagot venni, mert minek? Lehet, hogy nem az a baja. Jó, ez kell az aksihoz. De viszont megnézem azért az alját, meg hogyha mit lehetne cserélni. Az a baj, hogy amit látom,
a leömlő baloldali, a szelepfedelek azok kukák, itt is valami vezérlésnél minden kuka, generátor, minden tök szar, fos, evarosdásodva. És ezeket szerintem kicserélgetem, lehet, hogy annyiba lesz, mint hogyha... Mint... Jaj, egy ugyanilyen volt. Akkor ez a Jeezy ugyanilyen volt a... Ott a földön, ugyanilyen fűtőmaszk. Ja, egyelőre pénzgyűjtés van. Na, még egy belepörget, lehet, hogy belepörgetek reggelig, ugye kajálni nem kell, meg nincs semmi számla, akkor teljesen mindegy, reggel 8-ig belepörgettünk, eddig tuti, hogy feltöltött az aksi. Ó, hát már nem is tölt, úgyhogy ez jó. Ó, de imádom, gyerekek. Na, menjünk, aztán dobjuk, pattintsuk be az akkumulátort. Aztán legalább akkor teker a zenindító, mert odébb tudnék hálni vele. A csáposra fölkére mondjuk, nem ártana. Oké. Okay. Mindig legugolok, My Summer Car utó érzésem van. Ott volt a feszítő, ott volt, bazze. Nem kell volna kikapnom az egészet, ott volt a feszítő, ami bent tartja az aksit. Úgyhogy hülye voltam. Hordón lesz, jó? Ne felejtsétek el, szóljatok majd. Na nézzük, hogy az aksi volt-e. Ez meg sem mozdul, hallod? Nem tekeri az önindítót. De most legalább, ha rajthagynám egy újítást, lenne annyi eszem, akkor ugye meg tudjuk nézni, hogy van benne üzemanyag valamennyi, mert ugye ez az üzemanyag jelző. És látod? És változik. Úgyhogy van benne üzemanyag. De egyszerűen... Meg sem mozdul, gyerekek. Úgyhogy nem az üzemanyag, hanem ennek az önindítója elfosta magát. Hát akkor azt elég érdekes lesz itt kicserélnem, nem? Hogy a... lehet ezt tolni, vagy valami? Szóval agyalok, hogy nem lehet tolni. Húzz a kéziféket, engedjük ki. Lehet, hogy be kéne oda tolnom. Szerintem az önindító kuka. Aha, lehet tolni, bazza verdet. Ezt viszont el ne hagyjam. Ezt vissza is rakom. El kéne fordítani a kormány. El lehet fordítani a kormány? Hogy tudom ezt eltolni? Azon gondolkozok. Nagyon jó. De koszos a motorháztető. Be kell tolni a csáposra. Nehogy olyan most valami. Itt tologatom ezt a kocsit, bassza. De ez tök jó, hogy lehet tolni. Ez jó. Ez jó. Nem kell hozzá semmi gomb. Jaj. My Summer Car, miért nem tudsz ilyen lenni? Ilyen jó. Ilyen jó működő. Hát tekerjük a kormányt, kiszállunk. És akkor megtoljuk arra egy kicsit. Ezt a hátsó lengési lapja. Hát lehet, hogy aztán cserélek egy-két alkatrészt. De nem szívesen. Egyébként most eladnám már megérnél. Nem, egyenesen kell, bocsánat. Jó. Áj! Két emberes hallod? Ez két emberes veló. Kicsit hátrébb. Még egy picit. Na, itt talán pont befordul. De itt ezzel kell játszani, hogy izé bájtod itt a kormányt. Szerintem nagyjából jó, nem akkor korrigálunk. Oké, most menjen egyenesbe. És mi van, hogyha... Nincsenek kerekei az autónak, akkor hogy tudod ezt belökni a helyére, nem? Azért a készítők egy-két dologra gondoltak volna.
Kis egyidlik az ajtó. De jó. Előre kéne menni egyenesen. Bocsász gyerekek, de... Bocsász gracias. De ezt így kell... Ó, a slagot nem hoztam vissza. Nem biztos, hogy jó lenne, hogyha elveszne. Aj, de jó! De még az ikonok is ugyanazok. Mondjátok már meg, ezt nem My Summer Car készítője csinálta? Mert még az ikonok is pont ugyanazok. Na jó, innen áttekerjük, aztán akkor jó lesz. Viszont ezt a motorháztetőt, ezt lemosom, ha már egyszer itt vagyunk. Bocs. Ez csúfos. Csúfos gyerekek, csúfos volt. Meg a tető, úristen. Van egy ilyen fullos a verde. Ugye megnézzük, mennyinél tartunk, mennyi pénznél. Egyébként nem biztos, hogy érdemes tökölni vele, hanem ilyen megveszel egy ilyen pointerjátet, azt alul elérted. Ezt annyi idő alatt találsz még egyet. Szerintem lehet, hogy inkább azt kellene csinálni, nem? Most itt tökörészek ezzel, hogy föltolom, meg ilyenek. De mondjuk akkor meg mi a kihívás, ugye? Uh-huh. És ez tök jó lesz, aztán utána egyenesben. Most így pont be kéne állítanom. Gyerekek, mit akartok? Jó, bejöttem ide, nem? Még egy icipici. Oké. Okay. Szerintem ez így pont jó lesz. Rátoljuk, azt mehet föl, azt megnézzük, mi a szitu. Ott is koszos a hátsó szélvédő környéke, pillanat. Meg ott is. Bazza, milyen tiszta kosz ez a verde. Ott fönt a tető, szerintem az ablakok is. Az is olyan fura volt. Vagy a monitorom, mi? Jó. Rálökjük. Ja, nem hajtottam ki őket. Óha. Nem baj, hogyha rá tudom lökni. Hát lehet, hogy nem fogom tudni rá lökni. Nem tudtam áttolni, hát gyenge a csávó. Gyenge volt a csávó, nem bírta áttolni ezeket a dolgokon. Mindjárt jobb. Nem tudom, visszafele? Jaj, de jó! Jaj, állj meg! Kéziféket be kéne rántani, de mondjuk nem muszáj. Ezt úgyis fölemelem. Itt is koszos. Mindenhol koszos ez a verde. Mindenhol. Ott te. Valahol láttam koszt. Ott. Ez ilyen vezeték... Ez egy wifi-s gyerekek. Vezeték nélküli autómosó. Megcsináljuk a rozsdát is, azt megnézzük, mit lehet kihozni belőle. Tényleg azért olyan túl sok minden, nem akarok rajt már. Ne ezzel tököljünk olyan sokat. Inkább még egy pajta lehet. Ha találnék egy normál, viszonylag normális ladát, elmondom nektek, én ezt megtartanám, esküszöm. Ezt megtartanám magamnak. Na, menjen föl. Viszont ennél meg idegesít, hogy nem indul el. Az a gond. Önindító meg a váltónál, ugye gondolom. Aha, ott az önindító. Nehogy már bazze, hogy ne induljon el. Vagy mi? Kuka az aksi? Hát meg ha kuka az aksi, akkor meg agyarás. Oda rézz a rozsdát. Te ezt cselés? Ez cselés, vagy ki tudom hegeszteni? Oda nézzél, bazze. Ez le van nagyon... Fú, te gyerekek! Megpróbáljuk kihegeszteni? Vagy az, ott ezek a... Nem tudom, ezek a kormány összekötőnek a... Ezek is le vannak... Szedálva. Meg az a kipufogó is. Utya úristen. Meg az egész cső. A sidepipe kemény. Oké, ezt kéne lekapnom. A... Kicsit lejjebb engedem. A hordó. Ez mindig legyen a hordón, azt akkor tudom, hogy ott van. Az önindító már csak komolyan arra gondolnék, hogy az nem jó, de mindjárt igazából meg is látni rajtam. Bazzi, ez egy jó érindító, nézd már, nem? Ez nem egy jó érindító.
Figyeljetek, itt rá fogok cseszni azzal, hogy ezzel tökörészek. De ez nem látszik rossznak. Nekem az... Ugye akkor ilyen hülye izé lenne, színe. Ez az, az... Miért nem indul el a kotla? Hm? És veszek egy új aksit, vegyek egy új aksit? Vagy ennyi erővel lehet, hogy a gyertyák, vagy a csom, bármi lehet. Nincs valami diagnosztika, vagy valami. 11.900, nagyon nem ment föl az ára, bazze. Ezt hogy lehetne megcsinálni, vagy honnan tudnám, hogy mi a baja? Mi ennyi változik az ára, hogyha kiúzok egy csavart? 11.956. Nem. Nem tudom, miért nem indul. Meg se kettjen az önindító, érted? Akkor gondolom, hogy ha rossz lenne az önindító, lehet, hogy kerregne, vagy valami. De hát nem biztos. Ez se biztos. Szarít minden egyébként ezen a kocsin. A hegesztő az hogy működik? Hm? Vajon kéne egy pálca, nem? És hol tűnt a hegesztő? Bazza, nem ér el végtelenségig? Nem tud elvinni. Arra van... Tököljünk ezzel, gyerekek! Szerintem ne tököljünk ezzel, hallod? Ott rohadt meg ez a kotla. Csiszoljuk meg, meg mindazt. Kit érdekel, nem indul? Szóval bánom is, nem indulsz, nem indulsz. Ott rohadt meg. Nekem nem ez a... Na, valaki jött hozzám, gyerekek. Úgyhogy lehet, hogy elbúcsúzok. Na, sőt, elbúcsúzok, mert valaki jött hozzám, kapogtak. Köszönöm a figyelmet. Innen folytatjuk. Sziasztok!